Szerva a selejtező döntőjében. Befejeződött a felmérés, eldőlt, ki vesz részt a nemzetközi teniszversenyen Szabadkán. Több mint 300-an jelentkeztek az idei tornára, ebből 64 játékos került a selejtezőbe, akik közül 32-en léptek tovább a bajnokságba. 20 játékos a rangsorolás szerint kerül fel a főtáblára, 4 szabadkártyás játékos, amit 2-t a Szerbiai Teniszszövetség, 2-t pedig a Spartakusz Teniszklub oszt oda, a 8 játékos pedig a selejtezőkből kerül a főtáblára. Mintegy 20 országból érkeznek játékosok Szabadkára. Magyarországról, Franciaországból, Romániából, Nagy-Britanniából és még a tengeren túlról is, Mexikóból és Chiléből. A tornát hivatalosan kedden este 7-kor Nemanja Simović, a Városi Tanács sport megbízottja nyitja meg. Az elődöntők szombaton lesznek, a döntőre pedig vasárnap 11 órakor kerül sor, amennyiben ezt az időjárás is engedi.